Több ezeren frissültek fel a hétvégén a magyar tengernél, szinte valamennyi balatoni strand teltházzal üzemelt az elmúlt napokban. A kikapcsolódás azonban ezúttal tragédiákkal is párosult, ketten nem tértek haza szeretteikhez a fürdőzésből. Egy férfi Balaton szárszónál, míg egy másik zamárdinál tűnt el a vízben. De nem csak a Balaton követelt áldozatokat a hétvégén, kettő tizenéves fiút a Tisza sodrása nyelt el. Este 10-kor volt a riasztás, hogy megfulladt. A bajai vízimentőknek is akadt dolga a hétvégén, Szatmári Zsoltot és csapatát a közeli Dusnokra riasztották. Dusnokon, Baja kistérségében a fiatalok ugráltak be a vajasba, és kis ittas állapotban baleset történt, és ahhoz hívták ki a mentőbúvárokat, hogy sajnos már az elhuny szemét emeljük ki a víz alól. A bajai vízimentőknek egyébként nagyon rossz tapasztalataik vannak a fürdőzési szabályok betartásával kapcsolatban, de a Sugovica strandon szerencsére a közelmúltban nem történt tragédia. Fontos azonban, hogyha mégis megtörténik a baj, akkor a többi strandoló merjen segíteni a bajba jutott emberem. Ha nem élsznek nála légzést, akkor ugye azonnal el kell kezdeni az újraélesztést. Az újraélesztés ugye a más csatornákon gondolom már ismert módszer szerint a mellkasra gyakorolt ugye 30 mellkas összenyomás, és ezt követően majd kettő befúvás vagy a szájába betednek, vagy pedig az órába, és aztán ezt ismételni kell addig, amíg a mentők megérkeznek. Ha pedig tapasztalnak légzést, akkor haladéktalanul az oldalára kell fordítani az eszméletlen bajba jutottat. A mentősök elmondták, hogy az elmúlt években egyre több olyan esettel találkoztak, amelynél a civil emberek kezdték meg az újraélesztést, és folytatták ezt a mentők kiérkeztéig. Sőt, ha nincsenek tisztában a teendőkkel, akkor bátran kérhetnek segítséget a segélyhívó számokon, hiszen a diszpécseri állásban a képzett mentős fogadja a hívásokat. Az idei nyárból még 3-4 forró hét minden bizonnyal hátra van, de a tapasztalatok azt mutatják, hogy a strandszezon akár szeptember közepéig is kitolódhat.